itt vagyunk, átérezzük a diák széjátszásban rejlő nevelési lehetőségek értékét. A gyerekek önmagukat megismerhetik, fejleszthetik művészi érzéküket, önmaguk és mások életébe egy kis játékot, vidámságot, szépséget vihetnek. Az édesanyám magyar történelem szakos tanárnő, és az édesapám is szerette a művészetet. És bennünket arra ösztönöztek, hogy tanuljunk zenét minél hamarabb, mert azzal lehet kiemelkedni, és ez rengeteg örömet okoz. Így aztán be is irattak bennünket hegedülni. Akkor még csak a bátyám volt meg, és amikor Egerbe átköltöztünk, jóval később, 70-ben született meg az öcsém. Így tehát egy három gyermekes családban nevelkedtem, ahol az irodalom, a művészet, a történelem, az állandó beszélgetés és filozofálás az napi téma volt. És mivel anyukám is pedagógus volt, ő mindig beszélte a gyermekeknek a jópofasságairól, érdekes pedagógiai szituációkról, tehát gyakorlatilag belenőttem a pedagógus pályába. Fel se vetődött bennem az, hogy ne lennék extrovertált. De az is igaz, hogy ahhoz, hogy az ember megfelelő élettapasztalatra és tudásra szert tegyen, vannak olyan korszakok, amikor befelé kell fordulni. És ezek a vizsgai időszakok, vagy amikor éjjel olvastunk, mondjuk egy éjszaka egy 700 oldalas könyvet. Nagyon szerettem egyetemre járni, és nagyon szerettem vizsgázni, de nem folyamatosan tanultam, hanem kampányszerűen és ihletszerűen. És az óráimat is asszociációs mederben tartom, tehát valamiről valamilyen szembe jut, és valójában mindig ugyanarról van szó, csak érdekes kitekintéssel. Jó, akkor azt kell mondani, hogy én szeretném leülni helyette, hogy tiszta legyen a lelke a túlvilágon. De mert azt mondja, hogy odaföl másképpen. 4 évvel ezelőtt teremtettem meg a Szépség Szerelmesei című összművészeti fesztivált. Ennek az a lényege, hogy a tanárok a diákokkal együtt léphetnek fel, illetve mindenféle előadó művészeti ágban megmutathatják a diákjaim a tehetségüket. Az volt az elképzelésem, hogy esztétikai nevelés és személyiségformáló nevelés nélkül nem érdemes a pedagógus pályán maradni. És én, mint magyar tanár, rendkívül fontosnak tartom, hogy a gyerekek kiemelkedjenek valamilyen művészeti ágban, azért, hogy növekedjen a magabiztosságuk, az előadó képességük, hogy megtanuljanak fegyelmezettek lenni, közösségben dolgozni, és a tudásokat bemutatni mások előtt. Szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket, kollégáimat és diákjaimat, akik a Szépség Szerelmesei című műsorban fognak felépni, és akik eljöttek és megtiszteltek bennünket a figyelmükkel. Ez a világcsődlet egy szent célért jött össze, azért, hogy tanítványaimmal együtt hódoljunk a művészetnek. Itt alkotó művészek és előadó művészek fognak felsorakozni, persze diák színvonalon, de annál nagyobb szeretettel. Április 11-én szoktuk ezt az előadást megtartani, többnyire 2 órában, nagyon változatos műfajokban, van, aki filmet készít, van, aki verset mond, vagy táncol, vagy tánckar jön esetleg, vagy improvizál, vagy színdarabot ad elő, vagy színdarab részletet. Úgyhogy nagyon játékos, nagyon sokszínű, nagyon vidám dolog ez. Néhány kollégámat rá tudtam arra venni, hogy mondjon el egy-egy verset, vagy zenéjen, vagy énekeljen. Én magam is elég sok művészeti ágban megmutatom az érdeklődésemet. Az ifjú nyár köbőszerűen, mint egy kedves mostan melegeszem. Szoktatom szívemet a csendhez, nem baj ehhez. Ide se lennék, amit oda tűnt. A fej nem hajlik, és egy csodat néz. Nem állítom, hogy mindenben tehetséges vagyok, de verset szoktam mondani, gitározni, énekelni, és közösen éneklünk a gyerekekkel. Most legutóbb a Titanic lett az iskolának egyik kedvenc dala. A gyerekek boldogan bekapcsolódnak, meg közösen énekelnek, tapsolnak, vagy pedig világítanak a telefonjaikkal, amely olyan élmény, amit elvisznek magukkal. Szoktam olyan felmérést készíteni a 15 éves tanulókkal, hogy szerintetek melyiket tudja a legszélesebb közönség befogadni, a képzőművészetet, a zenét vagy az irodalmat. És meghoztuk a rangsort, amit minden kísérlet alátámaszt, hogy elsősorban is legtöbben a zenét tudják befogadni, utána a képzőművészetet, és utána pedig az irodalmat, mert az irodalomhoz nagy képzelőerő kell, egy kiváló olvasottság, és bizonyos
élettapasztalat, amiben szerepet kell, hogy játszon a szenvedés is. Mert akkor lehet az ember empatikus, hogyha sok kellemetlen szituációt is, versenyt, vagy vitát átélt az élet sorába, vagy esetleg ne adj Isten ki volt közösítve, vagy föl kellett építeni az önbizalmát, megpróbálták irítséggel körülvenni, tehát valami harcos helyzet, ami fájdalmat okozott hosszú időn keresztül, és abból akar kitörni, ez nagy lehetőség az alkotásra. Egy nagyon szerencsés kezdeményezés részemről, amit 2012-ben kezdtem, a Nem középiskolás fokon című rádiós műsorsorozat. 130 műsort készítettem, nagyon sok már azóta YouTube-ra is fölkerült, és mindig azokkal az irodalmi témákkal foglalkoztam, amelyek valamilyen szempontból megérintettek. Vagy Örkény Tótékja, vagy jelenleg mai élőírók, vagy pedig Balassi Bálintnak a Hősiesség, ami Egerhez kötődik, vagy Pirinszky Árvasága, ilyen című műsorom is van, és ugye foglalkozni kell a mélyérzésű alkotók filozófiájával és tökéletes verseivel, és olyan szerencsém van, hogy ezek a műsorok részben az irodalom tekintetében hozzám kötődnek, tehát én adom elő a verset, a műelemzést, a szakirodalmat. Kónyai Éva volt a zenei szerkesztőm, és Gál Gábor volt az a tanuló, aki megelégelte az én habozásomat, és föltette a YouTube-ra a műsoraimat, és képekkel illusztrálta 15-16 éves korától kezdve. Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora. Berzsenyi Dániel, a magyar Horácius, ő az érzékeny óriás irodalmunkban. A mai előadás választ keres ezekre az elnevezésekre. Ha élet filozófiáját nézzük, akkor idézzünk a Horácius című verséből. Használd a napokat, s ami jelen vagyon, forró szívvel öleld, s a szerelem szelíd érzését ki ne zárd, míg fiatalkorod boldog csillaga tündököl. Holnappal ne törődj, messze ne álmodozz, légy víg, légy te okos, míg lehet, élj és örülj. Míg szólunk, az idő hirtelen elrepül, mint a nyíl, s zuhogó patak. Amikor Madácsot tanítom, vagy József Attillát, vagy Nagy Lászlót, vagy az Odüsszeiát, tehát teljesen mindegy, hogy melyik évfolyamon, melyik tananyagot, mindegyikben ott van, hogy a művész jobbá akarja tenni az emberiséget. Azért írja meg azt a bizonyos szituációt, hogy azon a téren segíts embertársait. Tehát évezredekre visszamenően mindig van valami kincs, amit a gyerek a személyiségébe beépíthet, ha akar, ha figyel, és hogyha boldog akar lenni. Én nekem fontos, hogy jobb embereket neveljek, hiszen ezért jöttem erre a pályára, és ezt mindaddig csinálni akarom, amíg egyáltalán élek. Na most, ha én tanárként, vagy majd esetleg valamikor, ha el kell mennem nyugdíjba, akkor a családomnak. Tehát rendkívüli módon embercentrikus vagyok, mindenképpen akarok segíteni, alakítani, mindenképp az irodalom segítségével, a zene pedig csak egy kis fény, egy csillag az egészen. És akkor, ha ez sikerül, akkor boldogan fejezem be az életművemet.